Itt vagyunk a plébánia templomban, és ahogy a bejárattól megérkezünk, rögtön az első freskó mutatja be a betlehemi történetet. Legyen szíves, kanonok úr, részletesen mutassa be nekünk ezt a freskót. Igen, most kezdődik az új egyházi év, és az advent utána, advent folyamán karácsonyra készülünk, és a karácsonyi freskón láthatjuk Jézus születésének eseményét. A mellékoltár freskói hamarú felületre készültek. A célja az volt az építésznek, az építető püspök úrnak, hogy az ábrázolt esemény kimegy a templomból. Tehát valójában ezen a freskón a betlehem éjszakát, a betlehemi mezőt látjuk. Ahogy Jézus megszületett, a felső harmadban látjuk az angyalokat, akik hirdették énekükkel Isten dicsőségét, az embereknek pedig békét. A középső részében, a freskóban a gyermek Jézus Mária karján, Mária ölébe, és körülötte pásztorok. Langen Argenbe született Alfons Anton Maulbersch, és az ottani élő embereknek a népviseletét viselik a pásztorok, és akit ajándékoznak, ajándékot hoznak a kis Jézusnak. A freskó bal oldalán, Mária karjában egy vonalban látunk egy másik pásztort, aki nem a kis Jézusra figyel, hanem ránk, akik itt állunk a freskó előtt. Ő nem más, mint Franz Anton Maulbersch, aki 33 éves volt, amikor Sümegre jött Bécsből, egy bécsi képülő családból, és 3 éven keresztül készültek a templom freskói. Ő is ajándékot hozott kis Jézusnak, a kezén egy tálcán sajtot látunk, és a karján egy kulacsot, amiben valószínű sümegi bor lehetett annak idején is. Lent a freskónak a legalsó részén pedig ismét látunk egy szürkés, ilyen bábozott kis gyermeket, gyermek Jézust, ahol az ökör és a pásztor a szamár előtt egy kis jászolban. Ők kifejezik azt, hogy a teremtett világra a megváltással, hogy Jézus kibékített bennünket születésével a mennyi atyával, hogy létrejött az a béke, hogy a teremtett világon is a bűn következtében megromlott az ember és a teremtés, teremtett világ, az állatvilágnak a barátsága. Tehát ők is rászorulnak a megváltásra, ők is örülnek Jézus születésének a maguk módján, mert ugye a tehén, ahol a betlehemi istállóban ő szolgáltatta a megfelelő meleget a Szent Családnak. A freskón, amit az imént láttunk, nagyon szépen megelevenedik a karácsonyi történet, Jézus születése. Most az adventi időszak kezdődik, vagyis az a 4 hét, amikor erre az ünnepnapra készülünk. Mit jelent az advent szó, mit jelent maga ez a kifejezés, és hogyan telik ez a 4 hét a katolikus hívek körében? Igen, az advent eljövetel jelent, ugye az egyházi év kezdete, az advent idő, az egyházi év különféle időszakokra van felosztva. Az advent idő karácsonyra készít fel bennünket, nagybőti húsvétre, és van közben az évközi idő, egészen Krisztus király vasárnapjáig. Van egy japán vallás filozófus, aki háromféle időt ír le. Az egyik a biológiai idő, ami most élünk, hogy öregszünk, ugye a szerveink, ahogy elkopnak, öregszünk, és ez a biológiai idő, ez az elmúlás juttatja eszünkbe. Akkor van egy másik idő, szerinte ez a kulturális idő, amikor könyveket írnak, verseket, a költők, illetve épületeket hoznak létre, emlékművet. Ez a kulturális idő, de valójában a kulturális idő egy kicsit nem szünteti meg az elmúlást, a biológiai időt, legfeljebb kicsit kitágítja, mert itt a templomban is a Maulbersch, hogy 250 évvel korábban készítette az a művészi freskókat, addig értékes, amíg lesz ember, aki látja. Tehát ha megszűnik, akkor ez a kulturális időnek is vége van. Most van még egy idő, amit mi keresztények hiszünk, az a szeretetnek az ideje. Szeretet ideje, az kifejezi épp a karácsonyi freskó, korábbiról néztük és láttuk, hogy Istennek a szeretete jött el közünk Jézus Krisztusban. És az eljövetel azt jelenti, hogy Isten jövőt adott nekünk.
Tehát a biológiai időnkkor van egy Isten jövőt, az azt jelenti, hogy vár minket, vagy a szeretetével találkozunk már most is ebben az adventi időben, erre készülünk, hiszen az advent 4 vasárnapjával, hogy jobban figyeljünk egymásra, hogy csendesedjünk el, és ezáltal is előkészítjük a találkozást a karácsonykor Jézussal. Tehát ez a szeretetnek az ideje, ami valójában minden emberre vonatkozik, mert minden ember igényli, hogy szeressék, vagy ő szeressen másokat. Hogyan készüljünk mi keresztény katolikusok ez alatt a 4 hét alatt? Melyek azok a legfontosabb teendők, amelyeket meg kell tennünk? Segítenek bennünket külső jelek és szimbólumok, például az adventi koszorú 4 gyertyájával. Ugye a gyertya fénye szintén Jézusnak a létére, vagy szeretetére figyelmeztet minket, ugye, mert az ember életünk is olyan gyertya értékű, hogy fényes világoskodnunk kell, tetteink kell mások számára. És hogy a gyertya emberi életünket kifejezi, hogy egy kis szellő is el tudja fújni, vagy egy fújás, vagy, és hogy a mi életünk is olyan kockázatos, főleg a napjainkban a vírust áttélve kifejezzük ezt. Ugyanakkor ott van a zöld szín az adventi koszorúnak a remény, hogy a remény ad erőt nekünk, hogy ahogy Jézustól várjuk, hogy világoskodjunk az emberekkel, hogy ne fáradjunk ebbe bele, az emberi kapcsolatainkat építsük, hogy valóban gyertyafényként tudjunk jelen lenni a világban. Ugye a gyertya nem egy reflektorfényű, hanem egy egyszerű kis láng. Ugyanakkor a hajnali rolát és szentmisének hívjuk őket, ami hajnali 6 órakor van. Elég szeretik a hívek, lényegében sötétben jövünk, és már világossal megyünk haza. Ez is kifejezi a Jézusnak a világosságát, amit ő hozott, hogy legyőzi a sötétséget életével, tetteivel, és bennünket is ez a találkozás, akkor gazdagabbá tenni vele. Minden karácsony más, minden adventi időszak más, mondhatjuk, hogy az ember saját életének körülményei is befolyásolják. Milyen lesz 2020-ban az adventi várakozás, kanonok úr? Igen, tehát biztos különbözik a korábbi évektől, hiszen nem lesz a gyerekek pásztorjátéka, ami nagyon kedves szokott lenni, és a hívek is nagyon látogatják, hiszen Szelet templomnál szokták előadni, és körülbelül 70-80 szereplő. A többségében ugye az angyalok általában lányokban állnak, mindig változott, valamikor a kisebbek voltak többen, később. És ezzel is sajnos ezzel annyiban szegényebbek leszünk, de lényegében a karácsony a tartalmával, az örömével számunkra is befogadható lesz ennélkül is. Ugye most onnan segít is bennünket abban a külső körülmények, hogy tudjunk fegyelmezettek lenni. Tehát az előírt szabályokat, amit most nem csak az emberi együttélésre vonatkozik, hanem a járványnak a fékezésére, hogy jobban azzal is, hogy ha betartom a szabályokat, nem csak magamat védem, hanem elsősorban a környezetemet, vagy a másik embert is, hogy ezáltal is talán jobban nem jobban tud összpontosulni a figyelmünk erre a dologra, hogy egymástól függünk. Tehát nem viszel bennünket a vásárlási láz, itt korábban szokott lenni. Igen, tehát biztos, hogy minden karácsony mindig más, de az idei, akár a húsvét is egészen más volt, mint a korábbiak. És melyek azok a gondolatok, mit tartsunk szem előtt, hogy ez az igazi elmélyülés bekövetkezzen az adventi időszakban? Hát igen, hogy apró tudjunk egymásra figyelni, tehát apró figyelmességek. Ugye az adventnek a lila színe, tehát a lila a liturgiában bűnbána színe, nem azt jelenti, hogy lelógó fejjel menjünk, hanem ahogy Jézus is mondja, hogy ha bőjtölünk, akkor azt szeretettel tegyük. Tehát, hogy ugyanúgy az advent időszak és a készület,
nem elrejtőzést jelent az emberekkel, hanem éppen tetteinkkel vegyük észre őket, akár valakinek ugye, ma a vírusos idejében bánata van, vagy szomorú, vagy reménytelen, hogy tudjunk így is figyelni egymásra. Sokszor a könyvek juttatnak bennünket olyan gondolatokhoz, amelyek aztán alapot teremtenek ahhoz, hogy több napig is gondolkodjunk esetleg azokon. Tud ajánlani ilyen olvasmányokat, kanonok úr? Hát elég gazdag a karácsonyi megjelent könyvek, ami különféle könyvkiadók, a Szent István Társulat is rendszeresen küldi a tájékoztatójától kedvezményes áron is, és különösen a karácsonyi időben, ami valójában a karácsonynak a eseményét, illetve a témáját, a szeretetet próbálja feléleszteni bennünk, hogy ez a kis dolgokban is meg tud valósulni, nem kell rendkívül dolgot tenni ahhoz, főleg, mint olyan minden napunk is apró percekből áll, vagy órákból, ugyanúgy a tetteinkkel is tudunk, a sok kis dolog tud nagyot tenni, végül is nagyja másokat. Hát nagyon sok novellás könyv kapható, tehát ugyanúgy a Jézus születésének az eseményeit dolgozzák fel, illetve áthelyezik emberi kapcsolatokba, közösségbe, hogy mennyire fontos a másik ember elfogadása, szeretete, odafigyelés másra. Tehát ez a novellák nagy részének a témája. Ilyenkor jobban figyelünk embertársainkra, ilyenkor nagyon jellemző az adakozási kedv növekvése is, hiszen ilyenkor még jobb adni, nem csak karácsony napján, hanem az adventi időszakban is. Mennyire tartja ezt fontosnak? Igen, a Karitás csoportunk, aki szintén nem csak anyagilag, hanem minden, hát most a vírusai nem tudnak menni az idős otthonba, ahol idősekkel beszélgetnek, énekelnek, imádkoznak. Tehát biztosan gyűjteni is szoktunk a templomba, hajnali misék után, kiteszünk két kosarat a templomba járat, vagyis aki tud tartós élelmiszert hozni. Reméljük most is sikeres lesz a gyűjtés, mint eddig. Most is adnak pénzadományt is a hívek, aki nem tartós élelmiszert ad, azt pedig mi szoktuk átváltani élelmiszerekre, és akkor kis csomagot, most mindig kevesebbet, mert ugye kevesebben is vannak a rászorulók, és kis figyelmességgel, tehát nem egy nagy összegből, hanem egy kicsiből tudunk segíteni másokon. Egy időben egy kis karácsonyi képeslapot is küldtünk időseknek, és nagyon örültek neki, hogy mégis valakinek nem hiányoznak, vagy figyel rájuk. Egy főleg magányos időseknek ez nagyon jól esett, mindig jó visszhangja volt. Mennyire érzékelhető-e, hogy így karácsonyhoz közeledve a hívek is gyakrabban térnek be a templomba, szükségük van a hitük megerősítésére? Igen, tehát az adventi hajnaloknak van egy varázsa, ami nem azt mondom, hogy nosztalgia, hanem valamikor még gyerekkorokban jöttek még abban az időben, akik már idősebbek, de ugyanakkor van ez az áldozati jellege is, hogy akarok kicsit jobb lenni most, aztán így kezdem a napomat, hogy szentmisén vagyok, bár most a vírus kicsit az idősebbek félelme miatt kicsit lefogja a jelenlévők, akik jönnek a szentmisére, de reméljük azért, hogy leszünk. Ugye Jézus azt mondta, hogy kette-hárman összejöttek egy helyen, én is vagyok köztetek. A karácsony Jézus születése, mondhatjuk úgy, hogy Jézus születésnapja. Igen. Azokban a családokban, ahol nincs jelen Jézus, hogy lehetne elérni, hogy mégis meghívják a születésnapost a karácsony ünnepére? Igen, hát valójában a szeretetnek az igény az minden emberben benne van. Tehát valójában biztos, hogy a családtagok is, meg talán kicsit mások karácsonykor, azok is, akik talán nem intenzíven, aktívan vesznek részt mondjuk a vallási ünnepeken, de a karácsonynak van egy ilyen mindenkire átterülő milliója, vagy varázsa.